közgyűlés. Újabb gyűjtőakció a jelenleg is Kínában tartózkodó Pecsét István további gyógykezelésére. Felújítás. Elkezdődik a zöld SZTK rendbetétele. Változás. Minden szentek és halottak napja miatt módosul a forgalmi rend. Köszöntöm nézőinket, önök a Dunaújváros TV híradóját látják. Rendkívüli. Dunaújváros megyei jogú város közgyűlése rendkívüli ülést tartott a városházán, amelynek egyetlen egy napi rendi pontja volt, újabb gyűjtőakció szervezése a jelenleg is Kínában tartózkodó Pecsét István további gyógykezelésére, még 4 millió forintnyi támogatásra van szükség. De sajnálatos betegségről szerezhettünk mi dunaújvárosiak tudomást Pecsét István barátunk vonatkozásában. 2016 elején, évelején, egészen a koronyári hónapokig városunkban, hál' Istennek, egy soha nem látott összefogás, egy soha nem látott akció indult meg. Cserna Gábor polgármester a 2015-ben a városlakók számára bemutatott rákbetegséggel küzdő Pecsét István helyzetének felidézésével kezdte a csütörtöki rendkívüli közgyűlést, amelyen egyetlen napi rendi pont szerepelt, egy újabb gyűjtőakció szervezése. A további úgynevezett kiegészítő kezelésekhez még 4 millió forintra van szükség. A kezdeményezés mellé két meghatározó építőipari nagyvállalat is csatlakozott. Látván az újabb gyűjtésnek a szükségessége, e kettő meghatározó építőipari vállalkozás tulajdonosi köre úgy gondolta, és köszönöm mind a kettő KFT ügyvezetésének, tulajdonosi körének, úgy gondolta, hogy ha az önkormányzat úgymond megelőlegezi a gyűjtésre szükséges 4 millió forintot, amennyiben nem teljes eredménye zárul ugye ez a gyűjtés, abban az esetben is a két KFT, és erről döntött a közgyűlés, ez beépült a határozati javaslatba, készfizető kezességet vállal az összeg támogatás visszatérítéséhez. Kótai Henrietta, a Grabarics Kft. Marketing vezetője elmondta, ők személyesen is megismerték Pecsét Istvánt. Egy hasonló sorsú kollégánk, barátunk kezelésének a lehetőségeit kutatva jutottunk el Istvánhoz, aki akkor már a Fuda központban volt Kínában, és Istvánt kértük meg arra, hogy segítsen nekünk az ottani orvosokkal felvenni a kapcsolatot, és felkutatni, feltárni azokat a lehetőségeket, amivel saját kollégánk gyógyulását biztosítani tudjuk. Pecsét István támogatása mellé állt, és a kezdet óta szervezi, koordinálja a gyűjtőakciót Kovács Judit, a DVG ZRT igazgatósági tagja. A feladat az úgy gondolom, hogy abban folytatódhatna, hogy megkeressük azokat, akik egyelőre úgymond lemaradtak a tavaszi akcióról. Egy kicsit akkor komolyabb felhajtás volt, aztán ez a folyamat egy kicsit elült, úgy gondoltuk, hogy minden rendben van, István gyógyul. Időközben ugye kiderült, hogy további kezelésekre és kinttartózkodásra van szüksége, ez egy kicsivel több pénzre van szükség. Úgy gondolom, hogy ezt az akciót, ezt a lendületet most köszönve a két KFT-nek, akik úgymond ezt az elült folyamatot egy kicsit most lendületbe hozták, és ez alapján kérünk mindenkit, hogy folytassuk a támogatást, és adjuk meg a lehetőséget, hogy ez a fiatal ember meggyógyulhasson. Az új kezelés még 5-6 hónapot fog igénybe venni, amely után remélhetőleg István teljesen meggyógyul. A gyűjtés köré jótékonysági programokat is szerveznek. Az egyik ilyen például egy városi gyermekrajzverseny. Óvodások és iskolások alkotásait várják november 4-éig, amelyekre licitálni lehet. A legszebbeket díjazzák és kiállítást is rendeznek belőle. Egy jótékonysági est pedig november 26-án lesz a Bartók Kamaraszínházban. A Modern Városok program keretében felújítják a 2. számú rendelőintézetet. A Zöld SZTK ügyének rendezése már 2014-ben tervben volt, ám ehhez a korábban magánkézben lévő épület megvásárlására is szükség van. A közgyűlésen határozat született arról, hogy az önkormányzat szándéka, hogy visszavásárolja az épületet. Romhalmaz és szeméthegyek.
Ez a látvány fogadja azokat, akik belépnek a kettes számú rendelőintézetbe. Bár a köznyelvben zöldesztékának hívott épületbe leginkább hajléktalanok járnak, mint azt a fekvőhelyek is bizonyítják. A helyzet azonban a tervek szerint hamarosan változni fog. A város lakói szerint ideje volt rendezni a helyzetet. Ez a régen nagyon kihasznált épület most egy szemétdomb lett, tele férgekkel, patkányokkal, limmel, lommal, és remélem hamar visszanyeri a régi fényét. Az én véleményem az, hogy lehet, hogy előbb kellett volna ezt megtenni, még mielőtt le nem pusztult ez az egész épület, tehát hogy hasznosabbra kellett volna éppen felhasználni. Egyrészt örülök, nem tudom, hogy mi lesz a további fejlemény ebben, hogy milyen célra fogják megvásárolni. A zöld STK épülete a 6-os számú választókörzet területén van. A körzet önkormányzati képviselője Iván László elmondta, már megválasztásakor zászlójára tűzte a megrongálódott épületügyét. Ám a helyzet megoldásához szükség van arra, hogy visszakerüljön az épület az önkormányzathoz. Mint mondta, amint lezajlik az adásvétel, azonnal munkához fognak látni. Az első feladat az épület lezárása. Ajtókat lezárjuk, és az első emeleti ablakokat végig be fogjuk rácsózni, hogy ne tudjanak még ott se bemenni. Ugye ez a legfontosabb. Aztán, amikor az rácsozás megtörténik, persze természetesen párhuzamosan megkezdődik a kitakarítása ezeknek a helyiségeknek, ezeknek a szobáknak, azért azt tudni kell, hogy kb. 6000 négyzetméterről beszélünk, tehát ez nem egy kétnapos folyamat lesz. Az ingatlan későbbi hasznosításáról több elképzelés is van. Mindegyikhez az első lépés a megvásárlás, a második a rendbetétel. Közlekedés. Minden szentek és halottak napja miatt módosul a forgalmi rend Dunaújvárosban. A változásokra október 28-ától, azaz péntektől egészen november 1-ig keddig lehet számítani. A korábbi évekhez hasonlóan idén is módosul a forgalmi rend a köztemető környékén. Minden szentek és halottak napja miatt ugyanis megnő a forgalom. A zavartalan közlekedés biztosítása érdekében a Vadvirág utca egyirányú lesz a Temető utca felől a Frangepán utca irányába. A Frangepán utca szintén egyirányú lesz a Vadvirág utca felől a Temető irányába. Parkolni a környező utcákban és közeli füves területeken lehet. Nagyon sok gépjármű jelenik meg a Dunaújvárosi és egyébként a környékbeli települések temetői környékén is. Ezzel van inkább a legtöbb dolog. Ezért is tettük ezt a forgalmi változást, megtesszük már ugye mind sok éve, hogy folyamatos, jól közlekedhető temetői menetrendet alakítsunk ki. A temető melletti parkolási rend is ugye bővül, egy sokkal nagyobb igénybevétel látszódik, akár a Frangepán utcán, akár magánál a temetőnél, hogy ezt próbáljuk koordinálni. Ebben segítségünkre van a polgárőrség, segítségünkre van a közterületfelügyelet. A temetőhöz közlekedő helyi autóbuszok október 29-én és 30-án igény szerint sűrített menetrenddel közlekednek, míg 31-én és 1-én negyedórás időközönkénti indulással szolgálják ki az utazó közönséget. Dunaújvárosban 29-e és november 1-e között, tehát szombattól keddig, rendkívüli járatokat közlekedtet a KNKK ZRT, méghozzá a 22-es járatot fogja közlekedtetni. Ez reggeltől olyan 9 órától egészen este 6-ig, szombaton 30 percenként, vasárnap 30 percenként, illetve hétfőn és kedden 15 percenként indulnak ezek az autóbuszok. A zavartalan közlekedés érdekében a magyar úton lévő jelzőlámpák péntek déltől kedreggelig sárga villogó üzemmódban működnek. Ebben az időszakban a forgalmi rendet és a várakozó autók biztonságát a rendőrség, a közterület felügyelet, valamint a polgárőrség biztosítja. 3000 méter szintkülönbség, 32 fok meleg, magas páratartalom, 236 km és 36 óra. Csak néhány adat a minden év szeptember utolsó péntekén megrendezett spartatlonról, amely 1983 óta a világ legkeményebb ultramaratonja. Ezt teljesítette a Dunaújvárosi belgyógyász főorvos dr. Szabó Zoltán. Ezek a felvételek szeptemberben a mindösszesen 246 kilométeres, 36 órás ultramaratoni futóversenyen, a spartatlonon készültek Görögországban, ahol egy dunaújvárosi orvos, dr. Szabó Zoltán is részt vett nem kis sikerrel. A 370 rajtolóból 83-ként szakította át a célszalagot Spárta főterén. Napi
Hát ez változó. Ez pedig már a Dunaújvárosi Interciza Múzeum második emeleti rendezvényterme, ahol Farkas Lajos, az intézmény igazgatója beszélget az 58 éves belgyógyász főorvossal spártai élményeiről. A film és fotóvetítéssel egybekötött élménybeszámoló iránt nagy volt az érdeklődés. Olvastam róla, hogy 40 éves korában abba hagyta a dohányzást, és elkezdett futni, és rabia lett a futásnak, és tavaly nagyon aggódtunk érte, hogy sikerül-e ez a nagy maraton, és most nagyon örülünk, hogy sikerült neki. Dr. Szabó Zoltán azt mondja, 11 évvel ezelőtt egy teljes életmódváltást követően kezdett el rendszeresen futni, azóta pedig a szenvedélyévé vált. A spártatlonra pedig egy személyi edző segítségével készült fel, de úgy véli, ehhez nem csak elhatározásra és kitartásra van szükség, hanem mentális erőre is. Sosem késő elkezdeni futni, kocogni. Tehát én 47 évesen láncdohányosként abbahagytam a cigit, és elkezdtem kocogni, 300 métert tudtam futni, és 11 év alatt megfutottam a világ legkeményebb ultrafutó versenyét. Tehát nincsenek lehetetlenek. Tehát aki 40-50 éves, menjen le nyugodtan a Dunapartra, kocogjon. Azt tanácsolom, hogy picit kocogjon, sétáljon fölváltva, és rá fog jönni, hogy eltelik egy-két hónap, és kilométereket fog kocogni. Hozzátette, bár legközelebb nem lesz, ami a spártatlont illeti, de a futást természetesen nem hagyja abba. A következő héten már ismét rajthoz áll, de ahogyan ő fogalmazott, már csak kisebb versenyeket, 20-40 kilométeres távokat vállal be. Hétfőn erősen felhős párás időre van kilátás, délutántól már esőszitálás is kialakul. A szél északira fordul és élénk marad, 11 fok körüli értékeket mérhetünk délután. Most következzenek főbb híreink még egyszer, röviden. Közgyűlés. Újabb gyűjtőakció a jelenleg is Kínában tartózkodó Pecsét István további gyógykezelésére. Felújítás. Elkezdődik a zöld SZTK rendbetétele. Változás. Minden szentek és halottak napja miatt módosul a forgalmi rend. Véget ért hírműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.